Sziasztok! Szántó Péter vagyok, és ma a New Air-nek a BH24 RGB 3 kites fényeit fogjuk megnézni, hogy milyenek. Ezekkel világítom magamat, hogyha már néztek egy ideje, tudhatjátok, hogy nem így szoktam magamat világítani, de most ez így van, úgyhogy jöjjön az intro, kicsomagoljuk, és megmutatok róla mindent, átbeszéljük. Van a setup, úgyhogy van egy óriási fény kívülről is, hiszen nappal veszem fel. Nézzük meg, hogy milyen, hogyha a rolót teljesen lehúzom, és csak ezek a fények lesznek. Ez a setup látható az, hogy két oldalról szépen meg vagyok világítva, ahogy nézem, amúgy pont 1,7-tel vagyok túlexponálva, ami az A7S3-nak szükséges. Háttérbe azért raktam úgy egy ilyen kék fényt, hogy valami kis érdekesség legyen, és tényleg szépen ad egy accent lightot, ami itt van jobbra előlem, hát érzem, látom itt, hogy azért nincs egy diffúzor rajta, és valami azért kellene, és van egy másik accent lightnak megvilágításom, viszont az a 3D-s hatás, amit én szeretnek, az nem jön ki, úgyhogy azt fogom változtatni, hogy ide rakok egy diffúzort, ezt pedig alacsonyabbra fogom tenni. Amit most változtattam, hogy egy ilyen diffúzort raktam a főfényemre, nyilván így a 100% az nem lesz olyan erős, de egy picikét kevésbé, még mindig nem olyan, mint egy nagy softbox, de kevésbé éles itt azok a pontok, amik az előbb voltak, meg tudom mutatni, hiszen ilyen a teljes világosságában, hogyha leszedem amúgy, itt van egy ilyen ernyő softbox-szal érkező valamit tettem csak így rá. Láthatjátok, hogy itt mennyire éles így az arcom. Viszont, hogyha ezt így rárakom, akkor egy... látom, hogy itt most van egy ilyen, mert ott kijön. Illetve ugye ez a háttérnek, tehát így maradva látszik, hogy sokkal kevésbé, azért nézem ugye közben a monitort. Ezt pedig nem 50%-ra, hanem 35%-ra vettem le, hiszen az egész sötétebb. És lehet valamit játszani a háttérrel is, mert nyilván imádom az ilyen cső LED fényeket, amik jó háttérbe, és ez is szuperül funkcionál rá, de mi van, hogyha ezt arra szeretném használni, hogy mondjuk egy ilyen nagyon király kis dizájnt adjon az egész szobának, úgyhogy most megfordítom. Megfordítottam, látszik is a háttérbe, nyilván azért, hogy lássátok. Lehetne a másik oldalra is, és akkor nem lenne ekkora erős a kontraszt, hogy hol milyen színű, de szerintem már ez egy nagyon jó hangulatot tud adni, és még bekapcsolom, hogyha már követtek egy ideje, akkor szoktátok látni, hogy van az a kis piros fény, ami most persze nem kapcsol be. Nézzük a fényeket, ha bekapcsolom, még ez is egy nagyon jó kontrasztban van azzal, hogy a háttérfény ugye ott van. Ezzel nagyon sokat lehet játszani, nekem ezek túl erős fények így, és nem olyan szépen oldják meg azt a dizájnt, azt a stílust, amit én szeretnék követni ilyen Talking Head-be, tehát én azt mondanám, hogy nem feltétlen javaslom ezeket a fényeket arra, hogy direktbe használjátok, de például, hogyha valamilyen hangulatot szeretnétek teremteni, háttérfényeknek, termékek videózására viszont iszonyatosan király az egész, és ahhoz képest, hogy mennyire olcsó, ide felrakom a jelenlegi árát, ahol Amazonon meg lehet venni, link amúgy a leírásban van. Ez egy nagyon jó kezdőkit, és tetszik, ahogy itt jön rám a fény, amúgy ad egy nagyon-nagyon szép keretet az arcomnak, itt is megvilágít, érvényesülnek az árnyékok is, hogyha ezt még mondjuk egy picit távolabb rakom, és azzal játszok, akkor talán még inkább lehet, hogy háttérbe. Igen, talán ez így még jobban tetszik, mert most itt az arcom annyira sötét, talán ennyire nem kell, hogy az legyen, de tudjátok mit? Ezt fogom használni egy ilyennek, és akkor így látszik, még inkább hátra viszem. Most egy picit be is lóg, és láthatjátok, hogy mondjuk ez egy ilyen, de hogy itt éppen felrajzolódik az arcomba, ez nagyon szépen tud lenni, tehát accent light-nak baromi jó, háttérvilágításnak jó, viszont főfénynek nem használnám.
ez nagyjából amit át tudok adni. Nos, most beállítottam azt, hogy mind a két fény ott van oldalt, ugyanavval a Hue-val, 180-as amúgy, ugyanolyan fényerővel, 100%-kal két oldalról világítják meg a hátteret, így eltűntek azok az éles, zavaró háttér árnyékok, szóval mit kerestem, az árnyékok. Ilyen, tehát tényleg háttérre baromi jó, illetve termékeknek a megvilágítására még, illetve azt is megmutatom, hogy milyen, hogyha csak az egy-egy fények működnek, ugye ez most, ahogy megvilágít a főfényként használt, nézzük meg, hogy milyen, hogyha ezt kikapcsolom. Ilyen, amikor ki van kapcsolva, nyilván full sötét van, az is a cél, de a háttér szépen meg van világítva. Ilyen, amikor csak a hair light, vagy ugye ez a kis oldalt, hajra bejövő oldalsó accent light működik, nyilván szükség van egy főfényre, de láthatjátok, hogy ez milyen. Ilyen, amikor a háttér is ki van kapcsolva, és csak ez az oldalsó kis fény jön be, ilyen, amikor a főfényem is be van kapcsolva, és ugye ez a kis oldalsó is. Ilyen, amikor csak a keylight, a főfényem van, nyilván egyáltalán nem jövök ki 3D-sen, nagyon unalmas, sötét a háttér, még nézzünk meg egyet, hogy milyen, hogyha még a hátteret is bekapcsolom. Ilyen, amikor a háttérfényünk van, nyilván a bal oldal sötét, ahogy az arcomnak is a bal oldala sokkal sötétebb, és egy főfényként használjuk ezeket. Talán itt elmondanék annyi trükköt, hogyha van valami, most nálam nincsen, de mondjuk valami fehéret használunk, egy diffúzort, hogyha mondjuk nincsen több fényünk, vagy mondjuk ezt a fényt én hátra szeretném rakni, ahogy az előbb volt, akkor ha van egy nagy fehér lapunk, sajnos most így nézek, nincsen, de itt is tudom mutatni, hogyha ilyen nagyon közel rakok egy fehéret, ugye akkor már az a sötétség eltűnik, és akkor olyan, mintha lenne egy plusz fényünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogyha most találkoztunk először, és tetszett ez a videó, akkor kérlek lájkold, kommentelj, oszd meg, mondd el a véleményedet, ha nem tetszett, köszönöm, hogy megnézted, és hogyha érdekelnek, hogy hogyan lehet videósként egy vállalkozásra építeni, milyen tippek, trükkök vannak, és az eszközök hozzá, akkor mindenféleképpen iratkozz fel a csatornámra, remélem még találkozunk. Sziasztok!